A 21. század közepén a nagyvárosok kihalófélben voltak. Hogy visszanyerjék hatalmukat, hibernetikailag átalakított embereket hoztak létre Omega néven. Néhány évvel később az Omegák változtattak a programon, őrült idők jártak. Hogy véget vessenek az Omega kísérletnek, prototípus nevű új hibernetikai egységeket hoztak létre egyetlen céllal, hogy végezzenek az Omegákkal. Los Angeles 2057. A Joker megvan! Hozz még egyet! Hozz még egyet! A külvárosba. Ne tudják meg, kicsoda. Ha eljött Chandra ideje, a medál figyelmezteti. Menjen. Vigyázzon rá. Csak ő maradt nekem. Omega jelzésvétel. Omega jelzés megsemmisítve. Szerkesztett forrás. Thank you.
Omega jelzés vége. Omega jelzés vétel. Omega jelzés keresés. Figyelem! Cél koordináták. Omega jelzés azonosítva. Név Zorn Kerkorian, született 2033. Omega jelzés vétel. Omega azonosítva. Név Zorn Kerkorian, született 2033. Testvérek vagyunk, barátok. Keresd hát magadban a másikat. Tudod, hogy kit? Testvér másik, fogalom ismeretlen. A másikat? Emlékszel rá, ugye? Mert te vagy az. A másik. Von Kerkorian, született 2033. Ne feledd a másikat! Ne feledd a másikat! Ne feledd! Megsemmisítve. Zorn Kerkorian, megvolt 2057. Akcióprogram teljesítve. Programnak vége. Program teljesítve, programnak vége. Akcióprogram teljesítve, rendszer lezárás következik. Teljes lezárás.
Csanda, nem fogsz rám emlékezni. De ha eljön az időd, a védelmezők érted jönnek. Húsz évvel később. Menjünk, Sebastian! Gyerünk! Késett, Paul. Még mindig nagyon megosztanak a vélemények. De a kormány biztos végül is beleegyezett. 6 évig kísérleteztem, Paul. Évekig kutathatnám azt, amit 30 éve dokumentáltak a városban. A prototípus jó ötlet volt, csak rosszul vitték véghez. Beszéltem Phelps professzorral, senki sem fog beleszólni a döntéseibe. Dr. Zelezny. Igen. Legyen nagyon óvatos. Ez most az én programom. Belépési kérés, Hawkins Kozlov, 212-es szoba. Hol van Sebastian? Nem tudom. Miért? Használja a csipet a pénzemen. Sikerrel? Ha elkapják, megölik. Ha elkapom, én ölöm meg. Nem tudta felhasználni. Meg kell javítanom. Szerencséjére a minap ez megállított egy golyót. Ez miért olyan vicces? Segíts, hogy megkeressem a szarházit. Figyelj! Pont úgy aggódom miatta, mint te. Hidd el, csak segíteni akarok neki. Betáplálja, ha segítek, ha nem. Ezért beszéljünk inkább másról. De miről? Mondd, találtál magadnak új lakást? Már megint kezded? Van itt elegendő hely a számodra is. Tudod, ez annyit ér, mint a pusztába kiáltott szó. Én csak a lakásomat ajánlottam fel, kérlek, ne értsd félre a szavaimat. Hé! Hey! Van itt számodra valami. Kösz. Megkeresem Sebastiant.
Vörös lámpa. Cirógatás, simogatás. Romantika és szerelem. Nem vacsorázol velem? Kikötözés. Kötözd meg, Hawkins, csinálj ki. Szadomazoizmus. Szeretem a szőrös pasikat. Nekrofília. Nem hívható le. Közösülés. Dugd meg, Hawkins. A városban nincs biztonságban egy kíséret nélküli nő. Azt hittem, ha egyedül jövök, nem figyelnek fel rám. Maga Torrance? Maga igen bátor nő. Az, hogy életben maradt, magát igazolja. Dr. Alex Zelezny. A labor? Van kártyája? Igen. Prototípus? A váz. Az aktiváló kamra? Igen. Nincs bejárata. Prototípus működési program. Első szint, az alany átformálása a kibernetikai ruhának megfelelően. Második szint, a kibernetikai kontrollok beültetése, az A001-es működési program betöltése. Harmadik szint, az Omega A00 betöltése. És a harmadik szint?
Mi van a harmadik szinttel? A működési program majd mindenre választ ad. Kérdezhetek valamit? Igen, doktor. Úgy látszik, megmagyarázhatatlanul eltűntek. Kik? Dr. Roberts és társai. A kérdéseit tegye fel Dr. Robertsnek. Csak hogy 30 éve nem látták. Rettentően sajnálom. Szükségem lesz egy segédre. Segítek, Dr. Zelezny. Van egy szoba a folyosón. Maradjon az épületben. Nem ajánlom, hogy kimenjen. Kösz a tanácsot. De tudok magamra vigyázni. Azonnal távozz innen, sátán! Ha még egyszer meglátlak itt, kardom kioltja majd romlott életed! Mondtam már, Sebastian! Ne húzz újra Delaney-vel, mert még megtalál ölni. Nem vagy éhes? Ha így folytatod, hátba fog lőni. Megjavítottad a processzort? Ja. De nem adom neked vissza. Miért nem? Mert ha megint rajta kapnak ezek a pofák, lenyisszantják a töködet. Különben a nővéred sem akarja, hogy visszahagyjam. Tényleg mit mondott? Örülj, hogy valaki törődik veled. Nem kéne felbosszantanod. Kérlek, ha ok, add oda nekem. Nem. Már mondtam, nem adom vissza. Gyerünk, kérem a processzort. Megmondtam, nem kapod vissza. Engedd, nagyon fáj!
40 megabájtos turbóközponti egység. Ez inget. Nagyon vigyázz. Ne hagyd, hogy elkapjanak. Ezért aztán minden külső hatásnak ki leszel téve. Úgy is mondhatnám, hogy az elkövetkezendő időszak igen kritikus lesz a számodra. Lopni fogsz és bűnözéssel teli, lealacsonyító életet fogsz a jövőben is élni. Ez az én véleményem. Sátán! Kikényszerítem az ördögöt a lelkedből! Dilémi! Tegye le a fegyvert, engedj el! A Szent Atya rótta ki rám azt a feladatot, hogy megszabadítsam a gonosztól ezt a gonosz tevőt! Kérem, Dilémi, tegye le a fegyvert! Hisz még csak gyerek! Viszlátjunk szét! Jaj! A szemem! A térdem, de átkozott az ember! Joe, de átkozott ember! Mondtam, hogy ne aludj itt! Kelj fel, és hord el a bűnös testedet a szállodámból! Meghalt! Meghalt? Igen. Mi az, hogy meghalt? Nem fizette ki a lakbért? Ez az. Kérsz még, bébi, mert kaphatsz. Hadd próbáljam meg. Ne! Figyelj! Apucinak szüksége van egy lökésre. Nem kapsz semmit, amíg nincs meg a csip. Ne nyújj hozzám, ha nem húzol gumit. Hé, akció! Használd az enyém! Védelmező aktiválva.
Fáradt vagyok, homok. Második szint hozzáférhető. Különleges kérés. Kérem a kódot. A prototípus második szintű diagnosztikájában van. Kamra nyílik, folyamat indul. Nem érzel semmit, ugye? Miről beszélsz? A lábad. Nem érzel semmit a lábadban. Nem érzek semmit a lábamban. Meddig? Csak a lábam. Nem érzek semmit a lábamban. Tudod, hogy értem. Hát akkor meg miért kérted? Tudod, néha, amikor álmodsz, nem emlékszel, hogy fekete-fehér vagy színes volt-e. Veled is így vagyok, Hók. Mikor veled álmodom, nem tudom, hogy székben ülsz-e vagy jársz. Azt hiszem, mégis jársz. Születési folyamat aktiválva. A
Alany betöltve. Sejtkilökés. Figyelem. Pszichológiai kudarc. Pszichológiai bénulás. Alany meghalt. Benson halott, Eric Carter, James Cameron, Daryl Duncan halott, Hawkins Kozlo él. Mondja csak, Hawkins, akar újra járni? Nem, Doki. Imádok itt ülni és becsinálni. Azt hiszem, tévedtem. Rosszul választottam. Miért engem ajándékoz meg ezzel? Nem ajándék, Hawkins. Egy folyamat. Újjászületés a neve. Amennyiben regenerálódik az agya és a teste. Nem baj, ha dohányzom, ugye? Majd még gondolkozom. Nem. Tessék a kártya. Legyen ott holnap. 10-kor. Ha nem jön el, keresek valaki mást. Mikor kijövök? Újjászületek. Pontosan mit ért ez alatt? A testben regenerálódik. A kibernetikus ruhában tud lélegezni. Na, de mi lesz veled? Mi lesz az agyammal? Az emlékeimmel? Tároljuk őket. Aztán reimplantáljuk. Mi lesz az elfelejtett emlékekkel? Amiket nem tárolunk? A tudatalattival? Mi történik velük? Ha már nem emlékszik rájuk, akkor már nem is fontosak, igaz? Triplacsi. Újabb ötben eljössz nekem. Mocsog az ember. Tudom, hogy csalsz, tudom. Átvehetem a helyet. Azt hiszed, hogy nagy játékos vagy? Patkány! Mi van? Hadd játszon! Akarsz, hogy játszom, mi? Akarsz, hogy játszunk! Ba. Eljössz fel? Csináljunk ki! Hagyd lássam, milyen van. A kártyajárás nem kedvez magám. Úgy látszik, valóban szerencséd volt, fiacskám. Igen, szerencséd.
De nehogy azt hitt, hogy ez mindig így lesz. Nem lesz így mindig. Te kis szarházi buzi! Tudd meg, a vázlidnak vége! Vége lapot! Lapot! Hármas! Te kis macsok! Te átversz engem? Én nem verek át senkit, te hülyeség fej! Hé! Asszom! Látja, hogy nem csalok! Asszom már! Megmenti a kis gézengúzt. Három függőleges, négy vízszintes, dupla fény. Kör hármas. Te kis kurva! Átverdél! Megölhettek volna. Ha meghalnék, tennél egy vörös rózsát a mellemre, és megcsokolnál engem. Legközelebb elsöpörnek. Nem fognak elsöpörni. Különben a némák is a mi pártunkra álltak.
Tartsd magad távol tőlük. Megértetted? Ne aggódj miattam. Nem az esetem. Megértetted? Igen, 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 jól van. Helyes. Ha legközelebb ellopod a csippem, Sebastian, meg foglak ölni. Éljen, Sebastian. Szent Sebastian. Győzelem. Hawkins, jól vagy? Minden rendben? Igazad volt. Miben? Nem értem, miről beszélsz. Álmok. Álmok? Hogy érted? Mikor álmodok, nem emlékszem, hogy székben ülök-e vagy járok. Mondd, miről beszélsz? Ha járni tudnék, minden másként lenne. Ugye? Jó, az ügynökségnél lennél, nem ismernélek. Nem, úgy értem, kettőnk között. Kérlek, ne beszéljünk erről. Miért? Mert nem érdekel a dolog. Szent Chandra. Most ne beszéljünk erről. Mondtam már neked, hogy semmi nem lehet közöttünk. És ha tudnék járni? A fenébe, meg kellett tenned. Meg kellett változz. Várj! Adni akarok valamit. Tessék, a tiéd. Nem kell a fegyvered. Vedd el! Nekem nem kell! Az Istenit! Vedd el! Memória betöltés, felépítés. Újjászületési folyamat aktiválva, alany betöltve, sejtfunkció névleges, pszichológiai reakció névleges, alany névleges.
pénzt Kozló átengedi lakását, hogy az a családja tulajdonában maradjon. Mondd csak, ki a családja? Azt hiszem, mi. És miért ment el? Nem tudom. Az Isten itt! Most hiába erőlködsz, cicám. Ezúttal nincs szerencsét, tündérke. Könyörögni fogsz, te kis ribanc, hogy hagyjuk abba. Most megkapod a magadét. Bazd meg! Tűnés! Gyerünk! Memória keresés. Alany Chanda Kalkolyan. Memória keresés. Dougie McHawkins. Rendszer túlterhel. Rendszer lezárva, visszatérési program aktiválva.
ültesse föl. Hawkins, hall minket? Igen. Jó. Tudja, hogy hol van? Igen. Időbe telik, míg a teste hozzászokik a ruhához. Gyengi voltam, Dr. Szerezni. Igen. Majd felerősödik, de ez időbe telik. Emlékszik, hogy ki maga? Igen. Hawkins Kozló vagyok. Hova ment? Kerestem egy nőt. Milyen nőt? A nőt az emlékeimből. Megtalálta? Igen. Megtaláltam. Ő az igazi? Én nem is tudom. Nem tudom. Nem tudom. És aki megtartotta a papa... parancsolatokat az idő során. Mi a francot keresett? Ismerlek téged. Hogyan jött be? Jártam itt már korábban. Nem igaz! Ismertem Hawkins-t. Meghalt? Nem. Hawkins életben van. Hol van? Hawkins itt van. Hol? Hogy itt van? Én vagyok Hawkins. Újjászülettem. Egy kísérlet során. Járni akartam. Újra erős akartam lenni. Én szeretlek csak. Ezért vagy itt? Nos, egyedül vagyok. Érzel, Hawkins? Igen, érzem. Érzel, Hawkins? Érzel? Thank you.
Kérem! Nekem nincs apám. Maga se lehet az. Én csináltam a programot, hogy találkozzunk, mikor már meg tudod érteni. De semmit sem értek. Őrült időkben születtél, kislányom. Velem is végeztek. Te vagy az utolsó Omega. Omega? Kivittek a városokból, és implantáltak. Tanároknak és sámánoknak szántak bennünket. Sok mindennek hívtak. Visszavittek a városokba, hogy vezetők legyünk. A városokba? Mind eltűntek. Téged születésedkor implantáltak. Reméltem, hogy egy napon majd a vezérünk leszel. Vezér? Kik azok, akik idehoztak? Ők a védelmezők. Az életüket is feláldoznák, te érted. Ha az apám vagy, ki az anyám? Te most egy Omega vagy. Légy türelemmel. Nem sokára átérzed azt a hatalmat, amely... Mesélj az anyámról! Élené, le divin enfant, chantez au bois, résonnez. Vigyázzon rá! Csak ő maradt nekem. Chantons
biztonsági vizsgálat bemenet, Dr. T. Roberts. Harmadik szintre bemenet visszautasítva. Kód. Elfogadva. Figyelem. Belépett a hármas szint 00 alfa 9-es biztonsági programjába. 09 személyzet, Dr. T. Roberts. Csak a szemnek. A működési program harmadik szintjének célja. A prototípusokat azért tervezték, hogy megkeressék és kiírtsák az omega egységeket. Az omegák megsemmisítése után a prototípus megkezdi a leállási folyamatot. Azt hittem, csak a prototípus orvosi vonatkozásait fogja tanulmányozni. Mindvégig tudta. Mit gondol, mi lett az Omega programmal? Maga szerint kihaltak, mint a dinoszauruszok? Nem sikerültek? Az Omegák csődöt mondtak? Baromság, igaz, Torrens? Baromság? A program mondott csődöt, doktor. Nevetséges. Az Omegák sikeresen alkalmazkodtak az implantátumokhoz. Akkor mondtak csődöt, mikor megszegték a program elsődleges irányelveit. Így a prototípusnak meg kellett ölnie az omegákat? Miről beszél, doktor? A prototípusok nem gyilkos egységek. Korszakalkotók a kibernetikában. Teljes újjászületés. Kibernetikailag 100%-ig integrált egységek. Megsemmisítési program volt. Logikus következménye volt egy ellenőrizhetetlen kísérletsorozatnak, doktor. Az 20 évvel ezelőtt volt. Igen, doktor. Más idők jártak, amelyet maga nem ismerhet, és meg sem ítélhet. Lehet, hogy igaza van, de a kormány miért küldött ide, hogy újra keltsek egy prototípust? Maga kutatni jött ide, doktor. A prototípus labor fölnyitása segíteni fog nekünk az eredeti program végrehajtásában. Milyen program végrehajtásában? Nem tudom, miről beszél. Az Omegáról. Egy túlélte. Születéskor implantálták. És ha jól tudom, mind a mai napig nem aktiválták. Tudja, doktor, nem engedhetjük meg, hogy az omegák megint bajba hozzanak. Kikerülök innen élve, Torrens. Nos, nem dramatizálja túl a helyzetet, doktor Zelezny? Ez olyan történet, mint azoké, akik a nácikat üldözték a háború után. Sokan elfeledték. De nem úgy az üldözők. Dr. T. Roberts. Dr. Torrens Roberts. Maga az, ugye? Én, doktor. Hova megy? Haza. Végis hová mennék? A munkám befejeztem. Jó hét, doktor. Igen. Jó hét. Thank you.
csinálsz? Nem hallod? Mit csinálsz? Nem látod, mit csinálok? Úgy látom, elmész. Elmész? Elmegyek. Csináltam valamit? Nem. El kell mennem valakikkel. Miért? Miért? Nézd! Nem maradhatok itt, érted? Többé nem mondhatom, hogy az öcsém vagy. Megértetted? Ne kövess! Roberts, adatbevitel. Az Omegák jelenléte összeférhetetlen a prototípus működési programmal. El kell őket távolítani, hogy a prototípus művelet folytatódjon. Az A01 vagy az A02 program nem működhet az Omega program nélkül. Kibújhatok a ruhámból, hogy az legyek, aki volt? Nem. Meg fog halni. Hogy éljek, meg kell semmisítenem az Omega jelzést. Úgy van. Miért hoztak engem létre? Azért, hogy véghez tudja vinni az Omega programot, Hawkins. Nem vagyok már ugyanaz a Hawkins. Kis időre telik, míg alkalmazkodik környezetéhez. Egyszer talán majd le is veheti a ruhát. Az nem ugyanaz a Hawkins lesz, aki régen volt. Ha én meghalom, újat fog építeni? Igen. Egy új prototípust. 30 évvel ezelőtt a kormány véget vetett a programnak, és lezárta a labor. Dr. Zelezny kísérlete lehetővé tette, hogy befejezzem. Igen. Értem. Én egyedül vagyok. Mind egyedül vagyok. Torrens Roberts kivégezve. Felhasznált idő.
elhasznált idő. Omega jelzés keresés. Omega jelzés vétel. Rendszer lezárás. Keresés indul. Omega jelzés vétel. Tartózkodási hely ismeretlen. Vétel. Tartózkodási hely ismeretlen.
visszajelzésvétel alatt Csanda Kártorian feladat megsemmisíteni. És alany Sebastian. Figyelem, rendszertisztítás, állapot kritikus.
Írta és rendezte Philip Roth. Fényképezte Mark W. Gray. Zenéjét szerezte Emilio Calderer. Magyar szöveg Tóth Andrea, hangmérnök Heisler László, gyártásvezető Lajtai Erzsébet, szinkronrendező Mihály Falvi Mihály. A szinkront a Digital Szinkron Stúdió készítette, produkciós vezető Rozgonyi Gábor. Forgalmazza a Galaxy Videó.